Hogyan keresett a csapattársam Tibor 25 dollár otthonról dolgozva online? Ha akarod tudni, akkor maradj velem, mert fogok jönni néhány információval, ami a hasznodra lehet. Üdvözöllek, Richard vagyok. Ha te itt vagy és nézed a videómat, valószínű azt szeretnéd megtudni, hogyan tudnál pénzt keresni online. El kell mondja, jó helyen vagy, fogok jönni olyan információkkal, ami a hasznodra lehet. El kell mondjam, főleg, hogyha kezdő vagy. Nem csak kezdőknek, azoknak is jó lesz, akiknek már van egy programunk, és mellettük nézik, hogy tudnák kiegészíteni a jövedelmet, de azoknak főleg, akik kezdők. És mindjárt meglátod, hogy miért mondom ezt. Tehát akkor lássuk, mit csinált Tibor, aki az én csapatomban van, és ahogy láttad, itt éppen 25 dollárt keresett online dolgozva, és el kell mondjam, hogy tehát itt látsz, itt írja, ez a szisztéma működik, éppen 25 dollárt keresne. És el kell mondjam, hogy neki életében először keresett pénzt online. Tehát ez, amit mi csinálunk, ez pontosan azoknak való, akik azelőtt soha életükben nem kerestek pénzt online. Azoknak való, akiknek nincsen semmilyen ilyen gyakorlata, tehát nem ismerik az ilyen online dolgokat, ez azoknak való. Ez a rendszer, amivel mi foglalkozunk. Tehát ezt szeretném kiemelni. Tehát, hogyha te olyan vagy, aki ugye eddig nem kerestél semmi pénzt online, akkor ez a videó fog téged segíteni. Tehát, ahogy látod, gratulálok Tibornak, ahogy mondtam, ő a csapatunkban van, és életében először keresett pénzt ezzel a rendszerrel, amit mi ugye csinálunk. El kell mondjam, hogy ez azoknak jó, főleg akik kezdők. Nekünk van egy ilyen csapatjáték stratégiánk, amivel segítsük azokat, akik soha életükben nem kerestek pénzt. Akik most jönnek be online, azelőtt semmilyen gyakorlatuk, tehát semmi gyakorlatuk nincs, hogy hogy kell dolgozni, és mivel nekünk van ez a segítség, van ez a csapatmunka, ezzel el tudják azok az emberek is érni azt, hogy legyen online keresetük. Mint ahogy látod, itt van Tibor is, tehát ez nagy hasznodra lehet. És ahogy mondtam, tehát mi ezt használjuk, itt vannak más eredmények is, itt van, ahogy látod, itt van egy másik, egy 25 dolláros, itt volt egy 100 dolláros, itt megint egy 100 dolláros bejövete, itt egy nagyobb, ugye ez a Nepál, tehát itt vagyunk a csoportban, tehát ahogy mondtam, mi használunk egy stratégiát, egy ilyen csapatmunkát, látod itt 25 dollár, itt 250 dollár, tehát használjuk ezt egy csapatmunkát, egy stratégiát, egy rendszert használunk, amit ugye meg kell mondjam, hogy nem nehéz, bárki meg tudja csinálni. Ugye, hogy dolgozunk? Tehát elsősorban, ugye, ahogy látod, mi használjuk a szociális média platformokat. Most itt valóban, igen, a YouTube-on vagyunk. Ezt is lehet használni, ide is ugye töltünk fel anyagokat, akkor van a Facebook, ahogy mondtam, a Facebookon dolgozunk, van más platform, ugye van Pinterest, van az Instagram, most újabban van ez a TikTok, tehát ezeket használj, gondolom, te is használod. A különbség az, hogy te használod, de sajnos nem keresel pénzzel. Mivel mi ugye benne vagyunk ebben a rendszerben, mi látod, használjuk ezeket a platformokat, és pénzt keresünk vele, tehát ez a különbség. Tehát gondolj, te is posztolsz a Facebookon, nem? Posztolsz a Facebookon képeket, osztasz meg anyagokat, ugye posztolsz különféle dolgokat, de sajnos azért téged nem fizetnek. Mi lenne, hogyha te ezért, amiket csinálsz például a Facebookon, de lehet más szociális média platform, fizetve lenni? Mint ahogy láttad, Tibor fizetve volt. Tehát ez a lényeg. El kell mondjam, hogy szeretnék adni egy tanácsot is azoknak, akik kezdők. Tehát, ha nézelődő online, és akarsz regisztrálni programokhoz, nézd meg, hogy az a program
fizet-e? Ez az első pont, hogy egyáltalán fizet-e. El kell mondjam, sok program van online, amelyek ugye adják a promót, a promoválnak, hogy gyere, regisztrálj, és utána kiderül, hogy sajnos az a program nem fizet. Tehát nagyon fontos, te nézd meg, hogy látsz-e valakit abban a programban, elmész a websájtukra, vagy elmész a Facebook csoportjukra, és megnézed, hogy valaki van-e a keresett pénzt. Érted? Hogyha nem keresett senki sem pénzt, akkor sajnos te sem fogsz keresni, és hogy elkerüld ezt a kellemetlen helyzetet, akkor ez a tanács, hogy először nézd meg, hogy egyáltalán valaki keresette pénzt azzal a program. És akkor ebben a videóban ennyi lett volna, remélem, hogy hasznodra volt. Ha akarod tudni, mi mivel foglalkozunk, akkor a videó alatt van egy link, és meg is fogom mutatni, hogy hol van az a link. Tehát itt van a videóm, és a videóm alatt, látod, itt van, írom, hogy első számú ajánlatom, ha pénzt akarsz keresni online. És itt van a link. Erre a linkre, hogyha rá kattintasz, akkor eljutsz erre az oldalra, ahol beírod a nevet, e-mail címedet, telefonszámodat, és klikk erre a kérem a videót linkre. Ez tulajdonképpen fogsz kapni egy ingyen videót, ami neked el fogja mondani, hogy dolgozunk és hogyan működik ez a mi rendszerünk. És akkor ez ennyi volt. Köszönöm, hogy nézted a videót. Remélem, hogy hasznodra volt. Remélem, hogy megkaptad azokat az információkat, amire neked szükséged van. És akkor ennyi volt. Még egyszer köszönöm. Minden jót kívánok, és találkozunk a következő videóban. Minden jót. Sziasztok!